Na, szevasztok! Úton vagyunk. Itt vagyunk egy háznál. Alsó-Ausztriába ide is hoztunk valamit, egy pár cuccot. Hát a költözkedés még csak holnap lesz. Nézzétek meg ezt a szép kis kertet, és tök üresen áll. Mikor ide költöztem, úgy volt, hogy itt fogok lakni, de aztán mégis a másik házba mentem lakni. Nem használja senki, mekkora fű van mi. Minden nő. Viszont vannak szép virágok, meg itt ilyen kis ilyen hónapos eper, vagy szamóca, vagy mi ez. Ez nem az, ami nekem van, ez majd más. Megnézzétek, milyen szép színe van már ennek. Ajj. Isteni biztos. Ó, nagyon jó útja van. Ilyen picike kis házikó. És benőtte mindent a gaz, a gízgaz. Nő ki a betonból. Fáj is. Fáz? Megint bent vagyok Bécsbe. Most megyünk egy olyan helyre, egy étterembe. Hát nem étterem, hanem inkább kocsmaszerűség. Amilyen, hát ilyen angolos kocsma. És itt van vegánes kaja. Nagyon jó. Megengedték, hogy filmezzek bent. Úgyhogy gyertek, nézzétek meg, hogy néz ki oda bent. Hát így néz ki kint. Rupsnak hívják. Ha itt jártok Bécsbe, mindenképpen látogassátok meg. Van egy dohányzó részlege, mint minden kocsmának. Itt muszáj lenni. Megpróbálok úgy csinálni, hogy emberek ne legyenek rajta. Kocsma. Van ám mit inni, mi? Na. Várjuk. Hát mit abschalten? Nee. Ich kann abschalten, das ist damit kein Geld verdiene in die YouTube. Kann das abschalten, sonst nicht. Jetzt der Kaja. Ne, seht ihr. Krumpli-Salata. Sült krumpli, akármi, nem tudom a magyar nevét. És, hogy hívják, Sulz schnitzel, ne? Hogy hívják, az bécsi szellet, de nem teljesen az a neve, de valami olyasmi. És, hát ez a vacsoránk. Na, álljunk. Na szóval, hogy ízlett? Na így. Kipucoltam mindent. Segítettem az asszonygámnak, és nagyon finom. Mondom, csak ajánlani tudom, nagyon jól főznek. Van csilis. Hát van két-három fajta dolog van, szóval nem étterem, inkább kocsma, de nagyon hangulatos. Itt volt a eljegyzésünk 2013-ban. Szóval finomság, desszert, palacsinta vaníliás szósszal, és almás piter vaníliás szósszal. Most ezt fogjuk tesztelni. Na, gyerünk, együk! Na, amit tudni kell arról a kocsmáról, ha nem bírtam eddig beszélni, már majd szétszakadok, annyit ettem. Egy fazoné, akit Rupnak hívnak, és hát hobbi volt, csinálja ezt a kocsmát. Úgy volt vele, hogy mert szereti nagyon a viszkiket. Láttátok, több ezer viszki van a polcokon. Arról is ismert nagyon a kocsma, hogy viszkis. És hát ez a hobbija. Viszki, meg a kocsma, szóval, és vegán. És nagyon jót főznek. Szóval, hogyha idején látogattok Bécsbe, keressétek meg, nagyon jó hely. Még hogyha nem is vagytok vegánok, akkor...
Borospincék. Szép. Itt van a lakásunk. Pécs mellett. De nem sűrűn vagyunk itt. Főleg nem este. Na, öregebbek, ezt hallgassátok meg. Ismerős a hang? Jó reggelt! Vasárnap reggel van. Nem tudom, mennyi érdekesség lesz. Most egyenlőre hasítok a kis teherrel a lakáshoz, az autópályán. Egy Ford. Hát, nagyon egyszerűre. Se rádió, semmi. Még a tükröket is kézzel kell beállítani. Na ja, de hát ingyé van. Úgyhogy egyenlőre ennyi. Most az autópályára kell koncentrálnom. Elég szeles az idő, nyomja a kocsit el az oldalra. Na, egy kicsit megmutatom, hogy néz ki. A bele. Ja, persze, a klíma sem működik. Na jó van. Majd jelentkezek, ha valami érdekel.